Egy ember halálát okozta a délnyugat hollandiai Zierikzee városán átsöprő tornádó. A forgó szél tetőket szakított le és fákat csavart ki. Több mint 20 épületben keletkeztek súlyos károk. A pusztításban 9 ember sebesült meg. Ez volt az elmúlt 30 év legsúlyosabb és egyetlen halálos kimenetelű tornádója. Az a hang és a kép, amikor látott, hogy leszakad a tető, számol be a történtekről egy helyi lakos. Minden repked körülötted a levegőben. Annyira rémisztő, mert nem tudhatod, hogy mi következik. Látod a leszakadó tetőt, és látod feléd repülni. És azt gondolod, hogy ez itt a pokol. Zierikzee egy körülbelül 10 000 lakosú város Amsterdamtól 140 kilométerre délnyugatra. A halálos áldozat egy 73 éves turistanő volt, akit a város kikötőjében egy tetőcserép talált fejbe. Utoljára 1992-ben halt meg valaki tornádó következtében Hollandiában.